Zöldségtatár fűszeres túróval, az apróra vágott zellerszárat, paradicsomot, póréhagymát, sárgarépát, uborkát, mindet beleteszem egy tálkába. Szórok rá egy kis fűszert, ami zsája, bazsalikom és petrezselyem, elkeverem, és hozzáadok egy kevés tejföld. De éppen csak annyit, hogy összefogja a sok zöldséget. Így. A legfontosabbat majdnem kihagytam, természetesen meg is sózom. Ezzel a zöldségtatár el is készült. Most jön az fűszeres túró. A krém túrót beleteszem egy másik tálkába. Hozzáadok egy kis őrölt koriandert, egy kevés sót, és ugyanabból a fűszer keverékből, amiből a zöldségekbe tettem. Nyomok hozzá néhány csepp citromot, összekeverem. Ezzel össze is állítottam a krémet és a zöldségtatárt, nincs más dolgom, pirítósra teszem, ez kétszer sült, tönkölybúzzából sült, kétszer sült, alá egy kis ízesített túrót, így, egy kis ízesített túrót elkenek rajta, és sokkal vastagabban ráteszem a zöldséget. Így. Ilyen szép kis kövér szendvicseket, jó sok zöldséggel készítek, és hogy még szebb legyen, ez pedig schnitzling, vagy más névén, metélőhagyma.